A katonai öttusa világbajnokság többnapos versenyében a tegnapi napon került sor a nők egyéni versenyszámának döntőjére, ahol Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara mellett a házigazda BHSE színeit képviselő Józan Beáta is megmérettette magát a világ legjobbjai ellen. Reggel 9 órakor az úszással vette kezdetét a finálé, ahol több futamban ugrott neki a 38 versenyző a 200 méteres táv teljesítésének. Kovács Sarolta remekül teljesítve a harmadik helyen zárta ezt a versenyszámot. 2:08-as időeredménye igen pozitív előjellel indította el a korábbi világbajnok versenyét. Alekszejev Tamara és Józan Beáta középmezőny végén értek célba 2:19-es és 2:22-es időeredményükkel. Ezzel a 21., illetve a 30. helyről várhatták a folytatást. Következhetett a vívás, ahol igencsak átrendeződött a verseny sorrendje. A budapesti Honvéd kosárlabda csarnokában kialakított vívóteremben az orosz Puraszkina szenzációsan vívva. 31-6-os mutatóval magabiztosan az érre tört, de a magyar versenyzők is remekül teljesítettek. Józan Beáta 20 győzelmet szerezve mindösszesen 17 vereséggel a 14. lett. Kovács Sarolta 23/14-es mutatóval 12-ként zárta ezt a versenyszámot. A legjobban ezúttal Alekszejev Tamara teljesített, aki a 25 győzelmével a 4. helyet szerezte meg a vívásban. Következhetett tehát a talán leglátványosabb versenyszám, a lovaglás, melyet kiváló időben, ragyogó napsütésben rendezhettek, így adottak voltak a feltételek a jó eredményekhez. A BHS öttusázója Józan Beáta kezdte meg a sort a magyar versenyzők közül Bobi Nyergében, akinek hibátlan lovaglás bemutatva a maximális pontszámot sikerült elérnie. Külön kiemelendő, hogy az elért maximális 300 pont mellett az egész mezőnyben ő teljesítette a leggyorsabban a pályát, 1 perc 2 másodperc alatt. Alekszejev Tamarának sajnos a verseny kezdetén meggyűlt a baj a lovával, így ő 267 pontot ért el ebben a versenyszámban, míg Kovács Sarolta nagyon magabiztosan lovagolva szintén a maximális 300 pontot ért el Bizsu Nyergében, így második helyről kezdhette meg a záró, lövésből és futásból álló kombinált versenyszámot. Nagyon jól lövészetet produkált a döntőben a volt világbajnok versenyző, mindösszesen 5 hibát produkálva végigérmes pozícióban versenyzett, míg Alekszejev Tamara gyengébben sikerült lovaglás után minden energiáját mozgósította a jó eredmény érdekében. Az utolsó körre nagy párharc alakult ki Sarolta és az orosz Huraskina között, amiből jobb futó teljesítményének köszönhetően az orosz jött ki jobban, megszerezve a világbajnoki címet. Kovács Sarolta fantasztikus versenyzéssel ezüstérmet szerzett, Alekszejev Tamarának pedig a 7. helyre sikerült felfutnia a végére. A honvéd versenyzője Józan Beáta a 31. helyen zárta a hazai rendezésű VB-t, a csapatban pedig a 4. helyen végzett a Magyar Egység, ahol az oroszok győzedelmeskedtek a litván és az olasz csapat előtt. Folytatás pénteken a férfiak egyéni döntőjével. Csak a honvéd!